Na, sziasztok, és üdvözöllek újra a második heti vlogomban, mégpedig ebben a pillanatban Kolkatában vagyok, Indiában. Innen kezdődik a vlog, szombat van, és 5 napot fogok felvenni nektek, ahogy az előző vlogban, ha nem láttátok volna, akkor ide teszem, mert szerintem nagyon izgalmas volt. Máltán voltam, szülinapoztam, költöztem, stb. Sok minden történt benne, szóval van kedvetek, nézzétek meg. Ja, most fürödtem le, most értünk ide, nagyon jó flight volt, éjszakai flight, nem is volt full flight, easy service, minden easy. Novotelben vagyunk, és később, most egy kicsit pihenünk, és később megyünk kicsit felfedezni a várost. Egy-két tippet kaptam, hogy mit tudnánk megnézni, Victoria Palace, akkor a Mária Terézia szobra, ez a kettő eddig, de majd a recepción még többet megnézünk, hogy mit lehetne. Nem sok dolgot, mert körülbelül délután 1-kor megyünk, pár óra, 5-6 fele jöjjünk, aztán reggel 6-kor van wake up call, tehát ez egy 23 órás layover itt Kolkatában. Eddig a tapasztalat jó, jobbnak tűnik, mint Chennaiban. Ha nem láttatok volna a Chennai blogot, akkor nézzétek meg. Az egy kicsit szívszorító volt, kicsit más jellegű volt. Itt szerintem fejlettebb India, kifejezetten. A hotel az gyönyörű, de az mondjuk Chennaiban is nagyon jó volt. A crew az nagyon jó, nagyon aranyosak, szóval remélem egy-két ember össze fog jönni, és tudunk felfedezni a várost. Igen. Szóval tartsatok velünk, és majd még jelentkezek, most megyek aludni. Ha tetszik nektek a heti vlog, akkor kérek szépen egy lájkot és egy feliratkozást, és ja, élvezzük! Jaj, gyerekek, hát nem tudom, hogy most mit mondjak. Ilyen is van amúgy, és most megtörtént, így videóban. Elaludtunk, szóval csináltam WhatsApp grupot, nyilván a többi crew-val, de mivel egész éjjel utaztunk, reggel 8 körül értünk ide, ugye Kolkatában vagyunk, a hotelba, vagy sőt nem is 9:30-ra, és mondom, 3 órát alszunk, és utána el tudunk menni megnézni azt a palotát, Victoria palota. Erre délután 5-kor keltünk föl, mindenki... Szóval, és addigra volt nyitva, szóval nem tudtuk megnézni, szóval nem csináltunk semmit Kolkatában, mert egyedül lányként nem ajánlom, ha jártok Indiában, persze vannak olyan szabad szellemű emberek, akik egy hátizsákkal felfedezik, én nem vagyok olyan. Le is maradtunk a időpontról, ami a nyitvatartásról, plusz még, hogy este már 6-kor itt sötét volt, nem is értem. Mindegy, szóval nem tudtunk semmit se csinálni Kolkatában, ez a lényeg. Tudom, ilyen is szokott lenni, amikor layover van, elterveztek valamit, és annyira fáradt a csapat, hogy nem tudunk kimenni és csinálni semmit, van ilyen, pedig először voltam itt, szóval kicsit úgy bánt a dolog, de hát ez van, még jövök ide, fogjuk látni, fogunk kimenni, szóval ne aggódjatok. Na, de akkor megnézzük a szobát. A hotel az egy tipikus Novotel 4 vagy 5 csillagos szálloda. Ha valaki nem tudná, cabin crewként mi 4 és 5 csillagos szállodákban szállunk meg. Ezt fizette nekünk a cég, szóval ilyen szempontból nagyon szerencsések vagyunk. Általában van gym, reggeli, stb. Diszkántjaink vannak, tehát minden jó. De mondom, a munkáról majd lesz egy videó a jövőben, mert nagyon sok kérdést kapok, mindenfélét, és meg szeretném majd osztani veletek. Igen, szóval ez volt, ez az indiai vlog, ez most így a heti vlog elején, ez egy kicsit olyan rosszul jön ki, de nem baj, megmutatom a szobát, az nagyon jó, és holnap reggel már megyünk is vissza Dubájba. Szóval ez lesz, ja, igen. Tehát
így állunk. Na szóval itt jövünk be, és nagyon érdekesen van kialakítva, hogy itt kinyitjátok, így, ez az ajtója, de olyan, mintha egy szekrény lenne, a szobát, és akkor, várjatok, felkapcsolom nektek, látjátok a fürdőt, tükörrel, minden egy ilyen zuhanyzó része van, általában kapunk ugye tusfürdőt, sampont hozzá, itt a WC, igen, tehát így, és megyünk, ezek szekrények oldalt, az ágy, itt már aludtam, elnézést, és így néz ki. Na, sziasztok! Jó reggelt kívánok mindenkinek! Már 19-e van, és még mindig itt vagyok Kolkatában. 5.45-kor volt wake up call, és ami azt jelenti, hogy 6.45-re kell lemennünk a recepcióhoz, mindig egy órával előbb kell lemenni, mindig úgy hívnak minket. Hát utólag is bocsánat, hogy ez a kolkatai heti vlog indulása nem volt a legmegfelelőbb, mert elaludtunk, de hát ilyen is van, ilyen is láthatjátok, legalább nem játsszuk meg magunkat, ez az élet rendje, mindig változás van, ezt el kell fogadnunk, nincs más dolog, de még a héten jönnek jó utak és jó programok, szóval tartsatok velem folyamatosan, kitartás. Igen, délután egykor fogok landolni, 19-én, hát ma Dubájba, ugyanúgy másfél óra eltérés van India és Dubáj között, aztán majd még onnan jelentkezek, szerintem főzni fogunk, valami vacsit a férjemnek, illetve, ja, ahhoz kell vásárolnunk, még ma talán leugrunk gymbe, de azt is csak este fele, és ja, ennyi. De majd még jövök. Most menjünk vissza Dubájba. Pedig innen Dubájból, a gymből, már tegnap nem tudtam bejelentkezni, mert összeestem, elnézést, ahogy láthattátok, 4,2 kilométert futottam. Reggel 7 óra van, én szeretek jobban reggel edzeni, ez lehet, hogy a múltamra tekinthető vissza, ha valaki nem tudná, amikor gyermek voltam, vagy gyerek voltam, akkor versenyszerűen sportoltam, úsztam 13 évig, illetve utána triatlonoztam, tehát a sport az mindig az életem része volt. Nektek is legyen az, még ha gyerekként nem is kaptátok meg azt az impulzust. Mi sportsuliba jártunk, nekünk a napi két edzés az minden napos volt, kivéve vasárnap, szóval így könnyebb úgymond felnőttként is ezt tudom, izzadok, elnézést tovább vinni. Még lenyújtok, aztán a mai nap, gyorsan összeszedem, főzni szeretnék, ráadásul a következő utazásra is, mert ma ilyen utazunk újabb helyre, majd elmondom, hogy hol, hova. Főzni szeretnék, vásárolni, takarítani, hogy rendbe hagyjam itt a lakást, illetve körmöt kell csináltatnom, mert botrány. Mi van még? Egy videót meg kell vágnom, hogy vasárnap szépen és normálisan kimenjen. Amúgy kitettem tegnap a videót, Alcatrazba voltunk börtönben, San Franciscóba, ha van kedvetek, nézzétek meg, itt lesz, vagy itt, nem tudom. Ja, és ennyi lesz a program mára. Ja, és elkezdtünk egy új
sorozatot, vagyis nekünk új, már 4 évados, The Good Place az a címe, és nagyon viccesen indul, már egy epizódot megnéztünk Netflixen, szóval nagyon-nagyon izgalmas, hát ilyen vicces komedi. Szerintem, gondoltam, megemlítem, hogyha akartok, így röhögni, meg úgy tényleg ellen és csillálni, akkor szerintem nagyon jó. Na jó, van, lenyújtok, fürdök, aztán kezdjük a napot. Na, itt állunk a dugóban, vagyis most már azért jobban megy a forgalom. Dubájban nagyon nagy a forgalom, ezt jobb, ha tudjátok. Őrület van itt, mindenkinek sokkal több az autó, mint az embereknek a lakásai. Általában azokat ugye bérlik, és de hogy ugye az autó, az anélkül itt nem tudsz létezni. Csak a központban van ugye metró, az úgy jó, meg busz, meg ilyesmi, de a kívülebb laksz, vagy külső területen, akkor ugye, hát ugye nyilvánvaló kell autó. Na mindegy, most menjünk megcsináltatni a körmömet. Remélem, hogy nem lesznek sokan, nincs időpontom, sosincs időpontom, tehát hogy most, hogy elköltöztünk, most már nehezen oda kell autózni, stb., de nagyon szeretem azt a szalont, és ha valami beválik nekem, akkor sosem változtatok rajta. Szóval egy kicsit ilyen, ja, ilyen stílusom van. Na nem baj, aztán majd mutatom, hogy milyen lett. Remélem, hogy jó, most egy új dolgot szeretnék kipróbálni velük. Elvileg mindig ugye gelis manikűröm volt, de most hard gelt szeretnék, mert nagyon törik a körmöm. És azt mondták, hogy az jobban segít. És most már nagyon csúnya, és ugye éjjel utazunk, szóval muszáj megcsináltatni. Na, hazaérkeztünk, és nézzétek, milyen jó lett a körmöm. Hard gel, még sosem volt ilyen, mert mindig csak gelist szoktak csinálni, életemben először csináltak, először ilyen hosszú volt, aztán mondom, úristen, vágja le, és mondta, jaj, levágja, és ilyen ombrésra csinálta. Azt mondta, hogy elvileg egy hónap múlva kell újra csináltatnom, ott edzés cucc, ott hátul, bocsánat, de nagyon örültem. Utána meg vagyok vele elégedve, most pedig főzni fogunk. Fasírt golyót szeretnék összeállítani, zsemle nélkül, sütőbe be, zöldséggel, illetve paradicsom krémlevest fogunk most készíteni, azt szeretnék enni most. Igen, ez lesz a mai menet. Még, mert már nagyon-nagyon éhes vagyok. És már mennyi van? 2 óra. Úristen, ja, álljunk neki. Playing trances, going off to different places, different planets. Watch your aura pass me by, losing balance. What if we run out of time and second chances? Empty-handed. You like the fast life, you like the drive, get down dirty, act like the bag. Na, elkészültem a paradicsomlevessel. Mozzarella sajtot tettem a tetejére, mert szerintem úgy még nagyon jó, így elolvasztja a sajtot. Amúgy úgy csináltam, hogy kicsi hagymát megpirítottam, felvágtam a paradicsomokat, a zöld részt kivágtam, mert az ugye rákot okoz. Akkor felvágtam, igen, eresztettem, hogy kieressze a levét, rádobtam a hagymára, kieressze a levét, megsóztam, utána öntöttem hozzá vizet, akkor ilyen trutyállagú lett, aztán leturmixoltam, utána visszaöntöttem, és gyömbért tettem bele, kicsit citromot, én nem édesen eszem a paradicsomot, hanem sósan, paradicsomlevest, csak úgy mondom, én cukrot nem teszek bele, szerintem az fura. Igen, és só, bors, oregano, bazsalikom és petrezselyem. Ennyi, és felforraltam, és átszűrtem, hogy a magok meg ezek ne legyenek benne, és kész is.
Tehát így. Írjátok meg nekem kommentbe, hogy ti hogy csináljátok a krémparadicsomlevest. Én nagyon-nagyon szeretem a leveseket, főleg a krémleveseket. Jó, az ellerkrémlevest azt nem, de a paradicsom imádom, és csak hamar megvan, 10-20 perc alatt megvan. És most mozzarellával feldobtam. Na jó van. Együnk, mert már nagyon éhes vagyok. I swear that I'll stay here with you. Hold me closer. I wanna stay here with you. All that we have is each other now. I promise I won't leave your side. Be who you are and you'll be enough. If you're giving me your love, giving me your love. Szép jó reggelt! Mégpedig kedd van, és ahogy láthattátok, és mondtam, hogy utazunk valahova, Sri Lankán vagyok, Kolombóban. 3 évvel ezelőtt, pandemic előtt már kaptam ide flightot, de most egy másik hotelben vagyunk. Az nekem jobban tetszett, az resort volt, ez se rossz, mindjárt megmutatom a szobát, meg majd megnézzük a beach, meg körülnézünk, hogy mi merre. Masszázsra szeretnék menni, tehát itt egy ilyen chillezés lesz. Arra gondoltam, 3 évvel ezelőtt voltam egy ilyen elefánt túrán, ahol fürödhetsz az elefánttal, képet csinálhatsz, stb. Na de, most a crew egyáltalán nem akart menni, mert megint éjjeli flight volt, nyilvánvalóan nagyon fáradtak voltak, és a hotel $94 charge-olt csak azért, hogy oda vigyenek engem, és visszahozzanak egyedül, plusz még ugye a belépési díj. Tehát 400 dirham körül lett volna ez a kis kiruccanásom és 3 órás program. Szóval bocsánatot kérek, de nem megyünk megnézni újra, mert én 3 évvel ezelőtt voltam borzasztó jófej crewval, tök jó volt, ide be fogok vágni videót és képet és stb. És annó még az Instagramomon láthatjátok a képeket 3 évvel ezelőttről, szóval ott meg tudjátok nézni. Amúgy nagyon nagy élmény tényleg, bár megmondom őszintén, hogy a safari a kedvencem, mert ott ugye szabadon vannak az állatok, itt azért Lucky-nak hívták az elefántot, tisztán emlékszem rá. Annyira élvezte, amikor fürdettük, és ilyen kókusz, a kókusz golyónak a húsával így radíroztuk a fülét. Nagyon aranyos volt, úristen, bevágok nektek mindenképpen videót, itt láthatjátok, tehát borzasztó jó volt. Ülhetsz is rajta, ülsz rajta, lovagolsz rajta az elefánton, aztán képeket csinálsz, és akkor fürödhetsz, és akkor így önti magára az orrából a vizet, szóval nagyon-nagyon jó. Igen, de most, hogy ennyibe került, így most én nem viszlek el, bevágylak annó 3 évről a videót, képeket, stb., és akkor láthatjátok. Szerintem előre foglaljatok, és többen menjetek, de szerintem a hotel az nagyon charge-ol, mert ahhoz képest Sri Lanka azért nem egy drága hely. Tehát itt azért olcsó hely, de mégis ezt a túrát lehet, hogy most itt a crew vagy a pandemic után így a crew-t ki akarja használni, de hát ez nem jött össze, mert nem érné meg nekem 3 év, amikor olyan jó tapasztalatom volt, senki nem tudna képet csinálni rólam, nem lenne ugyanaz, meg teljesen egyedül elmenni, mondjuk annyira nem gáz, mert azért mégsem India, Indiában nem mennék ide, azért Sri Lankán az más a helyzet, de ja, de masszázsra szeretnék menni, mert hívtam a spát, de még nem válaszolt, ja, aztán megnézzük lehet a vacsorát, stb., de most megmutatom a szobát. És ilyen csillezős napunk lesz, igen. Amúgy szeretem, jó volt a flight, tele volt, külföldiekkel, de tényleg jó volt. 24 órát leszek itt amúgy, tehát ja. Nézzük a szobát. Tehát itt jövünk be,
Innen már az ablakból láthatjátok a kádat. Itt van egy ilyen kis asztalka, ott az ágy, itt van a teafőző alul, egy ilyen szekrény. Nem olyan rossz. Itt belül van amúgy egy hűtő is. Itt megkaptunk reggelit. Nézzétek, ilyen helyi gyümölcsöt. Nagyon, nagyon kedvesek, le van takarva a moszkitók miatt, és akkor itt a kilátásom. Nem tudom egyelőre kinyitni ezt az ajtót, szóval nem tudunk kimenni, de majd rájövök. Így, és ha akartok menni a fürdőbe, már lezuhanyoztam, és ez tök jó, az a narancssárga cucc, amit kaptam. Ez a rób, mi az? Köntös. Ilyen, nem ilyen, mintha ilyen buddhista öltözékben lévő ember lennék, nem annyira köntös, általában fehér szokott lenni, van rajtam pizsama amúgy, tehát nem vagyok pucér, és az anyaga sem köntös anyagú, de ez van. Kapunk minden toiletrészt, ez itt van, különböző kis cuccokat, és akkor itt a WC, itt egy zuhanyzó, és itt van az a csodálatos nagy kád. Igen. Így. Jó van, tehát akkor azért arcmaszkot tettem fel, azért csillog az arcom, mert szívódik be a kollagén arcmaszk. Azt szoktam használni, és tudjátok, hogy én skincare mániás vagyok, és dél-koreai márkát használok. Várjatok, melyik volt? Itt van egy másik is. Mediheal. Így. Van egy másik is, ez mondjuk másra való. Na mindegy, ebben most nem menjünk bele. Ja, szóval, ja, csillezés lesz, és élvezni ezt a napot. Amúgy 28 fok van, szóval remélem, hogy amikor kimenjünk és körülnézünk, az is jó lesz. Puszantás! Végeztem a masszázzsal, ott ugye mi alatt masszíroztak, nem tudtam filmezni, de hát annyira jó volt ez a masszázs. Baliról származott a lány, 20 éves volt, olyan cuki volt, kapott is tőlem jó nagy tippet. Aromaterápiás masszázs volt, egy órás, annyira jó volt, annyira, Istenem, nagyon jól esett. Most meg így kijöttem a poolhoz, és itt ülök egy kicsit, és amúgy ez a buthás köntös, amit adtak, hát ez nekem nagyon tetszik. Aztán még majd valószínűleg megyünk vacsorázni, meg gymbe is kéne menni, nagyon kéne, de az még majd meglátjuk. Tegnap voltam, ugye? Ja. És ennyi. Nagyon élvezem ezt a Sri Lankát, már nem is bánom, hogy úgy ez a elefántos most úgy kimaradt, hanem hogy így kicsit így tényleg egy ilyen spa jellegű utazás. Szép jó reggelt kívánok! Tudom, hogy furán nézek ki, nem szar van az arcomon amúgy, ne jegyetek meg, hanem kávémaszk a Body Shop-tól. Gondoltam, így is láthattok, végül is nem félek mutatni, hogy imádom a skincare-t. Amúgy nagyon sokan szoktatok DM-ben kérdezni róla. Lehet, hogy lesz majd róla videó, ha így nagyon érdekel titeket. Én nagyon sok luxus márkát használok, mivel hát már úgymond mondhatom 31 éves vagyok, tehát már a major skin, mondjuk abban még nem tartozok bele, az még van pár évem szerencsére, de hogy mivel minden nap hordok foundation, minden nap full make-up kell, minden másnap, ugye a flightok miatt, ezért fontosnak tartom, hogy nagyon, nagyon jól ápoljad az arcodat.
Meg úgy alapból 20, hát én már az elég korán elkezdtem 22 évesen odafigyelni, már 16 éves korom óta jártam minden hónapban kozmetikushoz, hogy ne legyenek különböző pattanások, vagy begyulladt dolgok, stb. És azért erre adni kell, még ha sokan azt hiszik, hogy nem. Persze vannak olyan szerencsések, akiknek olyan üveg arcuk van, hogy soha nem kell semmi, de sajnos én nem azok közé tartozom. Szóval amúgy nekem vannak La Mer termékeim, hát ha valaki nem tudná, az majdnem a legzágább skincare márka a világon. Kaptam a nővéremtől, mindegyik produkt bevált, mindegyik termék bevált, de én ugyanúgy használok, például ma volt rajtam ez a Ordinary hámlasztó, imádom, nagyon jó az Ordinary márka, azt hiszem 10 dollár alatt vannak a produktjai, tehát simán bárki meg tudja venni, aki into skincare-be, stb., de mindenféle toner, stb. Szoktam használni, illetve most vagyok abban a korban, meg abban a tudatomban, hogy foundationből sem a olcsót fogom venni, nem azért, mert nem jók, mert rengeteg jó foundation van, hanem úgy vagyok vele, hogy már nekem skincare foundation kell. Tehát mivel 10-16 órákat hordom őket, stb. Nekem kell az a luxus, hogy az alatt sem hoz ki ráncot, stb. Tehát tudjátok, amikor már változtatni kell. Sokan azt gondolják, hogy mert a márka, mert a brand. Igen, ebben is van valami, azt is megfizeted, de ahogy a kor időszakokon átmentek, annál inkább kell a skincare-re adni. Tehát annál inkább skincare foundation az mindig drágább lesz. Mert olyan dolgokat tartalmaz, olyan ingredienceket, ami elősegítő, hogy kevesebb fine lines-od legyen, wrinkles-od, bármi, ráncok, igen, ráncok, meg ezek, tehát ezek nagyon fontos dolgok, gondoltam, megemlítem, mert nem csak fancyzésből vásárolják ezek az emberek, meg nyilván ehhez el kell érni azt a szintet, hogy meg tud vásárolni, én sem tudok mindent, tehát még messze nem tartunk ott, de próbálkozok. De mondom, hogy aki into skincare-be, az annak ez egy, például ez egy fontos dolog lehet, és akinek hordania kell make-upot a munkába. Tehát ugye nem mindenkinek kell, és igen. És vannak ilyenek a skincare foundation-ök, és most arról nézek YouTube videókat, hogy melyik tényleg az, ami úgy de expensívek, drágák. Most nem hazudok, drágák, de hosszú távon ez a kifizetődő. Igen, ezt akartam elmondani, és amúgy közben így még van egy óra a wake-up call-ig, tehát mondom, akkor skincare-ezek egy kicsit, stb. És megmutatom ezt a csodás arcomat, hogy ilyen is van, én nagyon ápolom az arcot, nem használok botoxot, semmi ilyesmit nem használok, nem is szeretnék, én szeretem, ha valaki természetesen öregedik, és mert az, hát ez a legnagyobb kincs, hogy tudsz öregedni, ugye? A legnagyobb, egyik legnagyobb ajándék az életben, szóval nem, de azért ápolom az arcot, tehát ne tévesszem meg senkit. Reggelizek is egy kicsit, aztán megyünk vissza Dubájba. Vagyunk Dubájban, megérkeztünk. Délután 1 óra van, és gondoltam, hogy mielőtt elköszönök tőletek, eljövök még a gymbe a flight után. Nagyon jó flight volt, minden nagyon jó volt. Szóval köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az újabb heti vlogot. Tudom, hogy sok csalódás ért minket, meg titeket is, de ígérem, hogy a következő izgalmasabb lesz, nem baj, kell ilyen is. Szóval még egyszer köszönöm szépen, ha tetszett és szeretnétek heti vlogot, akkor
írjátok meg nekem kommentben, vagy amit szeretnétek, írjatok, kérdezzetek bármit. Szívesen válaszolok, kérek szépen egy lájkot és egy feliratkozást, és várlak titeket a legközelebbi vlogomban. Millió pusszantást, vigyázzatok magatokra! Ne felejtsetek el edzeni!